Nincsenek szavak. Kész. Nincs. Mit tudnék mondani? Hát az egyik kedvenc filmem. Mármint úgy értem, hogy így ez a top 3-as kedvenc filmem. Az ikonikus autó. És bazi jól néz ki. Tehát mikor hallottam, hogy ez így jön, akkor azért egy kicsit aggódtam, hogy nagyon nehéz megfogni a Dolorint, mert nagyon sok dolga van, nagyon egyedi. Láttam már furcsa megoldásokat az interneten, és hál' Istennek nem. Ez brutál. Tehát ez... Nem néztem még bele, most bontom ki először, csak a képeket látom. De én úgy érzem, hogy egy büdös szavunk nem lehet. Tehát amit a Dolorinnek tudnia kell, ahogy ennek ki kell néznie, ahogy kinéz, hibátlan. Komolyan mondom, el vagyok érzékenyülve, de most akkor... Lessünk is bele. És hát így itt vannak a figurák, meg az egész, meg fölfele nyílik az ajtaja, meg minden bánat. Ó, igen. Most úgy érzem magam, mint mikor Doki először mutatta be a Dolorint, dől le az ajtó, jön ki a füst. Úgy tényleg kellett már berakni egy-két száraz jeget. Az milyen lenne? Kinyitod és így dől ki belőle a füst. Vagy a gőz vagy. Oké. Na, hát és akkor a lényeg. Júj! Azt a mindenségit! Grande! És hát ez a bizonyos rendszámtábla. Jaj, de szép! Hát igen, és ezeket imádom, amikor ugye benne vannak a filmből ezek a jelenetek, meg elmagyarázza, meg hát van egy kis feeling az egésznek. Na, és pontosan itt van, amikor ugye jön ki a gőzből az autó, igen. Igen, erről beszéltem. Igen, itt ismét találkozunk a tervezővel. Hát, és tényleg a fluxus kondenzátor világítani fog. Óriási, és ott van a műszerfalon is a dátumválasztó. Hát és az ugye külön menőség, ugye mindhárom filmnek benne van a saját Dolorinja, szóval ami változás volt a különböző filmekben, az benne van. És ez király dolog. Ez fontos és király dolog. Hát egy kicsit elérzékenyültem. Tehát ezt most jól megunboxoltuk. Kezdődhet az építés, amiről hamarosan majd szintén láthattok holnap napokon. Szóval a következő poszt az mindenképp az lesz, hogy épül össze ilyen stop motion dologba. Ugye ezt most nem tudtam építeni live-ban, meg élőben, meg hasonlóban, mert ez most, amikor ezt fölveszem, akkor még... Tehát most, mikor erről beszélek jelenleg, ez a set még nincsen bejelentve. Szóval olyan szintű titoktartás, meg minden volt szükséges ehhez, de hát ezért tudtunk reagálni erre ilyen hamar. Úgyhogy a következő pedig, hogy összerakjuk ezt a kocsit.